fókus sisak eltávolításához kettő ember szükséges, és akkor kell levennünk a sisakot a sérültről, hogyha arra valami oka van, mondjuk nem lélegzik, hányt, vagy például vérzik a feje. Az egyik ember a sérült feje mögött helyezkedik el, tartja az illetőnek a fejét, a társa eközben kikapcsolja a biztonsági csatot, és átveszi a fej biztosítását. Ugye nagyon fontos, hogy ilyenkor egy bukósisakos motoros sérültet gerincsérültként kezelünk, tehát nem mozdítunk semmiképpen sem. És mikor levesszük a sisakot a fejéről, akkor a fejnek végig ugyanabban a magasságban, a gerincs síkjában kell maradnia. Miután levettük a sisakot, a sérült feje mögött lévő ember átveszi a fej biztosítását, megvan, és ebben a magasságban tartja addig, amíg a mentő kiérkezik a helyszínre. Ha szükséges, megkezdjük az újraélesztést, vagy egyéb módon szabad légutat biztosítunk a sérült számára.